a levelezésben, valamikor a Kossuth-Kozlov egyikében, hogy eredetileg úgy indultunk neki, hogy ilyen 20-25-30 perces idők lesznek az előadásokra. De hát aztán kikerekedett, hogy kerekasztalok azok fontosabbak, ugye ezek ilyen visszajelzésekből jöttek, és azt gondolom, hogy valóban az nagyon fontos, hogy beszélgessünk a dologról. Viszont az idő az meg nem olyan, mint a gumiszoba, hogy nyúlik, hanem ugyanannyi idő van rá. És a témaköröket mind sorra akarjuk venni, amiket beleraktunk, már pedig erről szól az egész, hogy legyen teljes a kosár. Akkor csak az előadás időkből lehet elvenni a kerekasztal beszélgetésre, tehát nem csak, hogy be kell tartani az időt, hanem rövidebbet kell betartani. Tehát, hogyha a holnapi napon azt akarjuk, hogy ez a kerekasztal ott a lapon legyen, új közösségek, új önkormányzatiság címmel megvalósuljon, akkor az lenne a kérésem, hogy 10-15 percek legyenek az előadások. Nem lehet több. Úgyhogy erre fogunk majd figyelni, ezt majd holnap reggelével tisztázunk, mert csak akkor tudunk egy órát legalább beszélgetni a dolgok után. És az nagyon fontos szerintem a beszélgetés, úgyhogy örülök a részrevételednek, ezt mindenképpen kell csinálni. Még egy javaslat, a szombat délelőtt a táj kerekasztalnál, illetve előtte van az élelmiszer és mezőgazdálkodás. Mindenképpen javasolnám, hogy a Balázs Péternek az előadások részbe legyen egy kis ideje, mert ő a kerekasztalban nyilván hozzá tud szólni, de akár én itt a négy előadó valahogy úgy hozza meg az idejét, hogy a Balogh Péternek is üsva, mert ő neki nagyon átfogó és fontos, ami hát itt, hogy jöttünk, úgy közben láthatjuk, hogy itt szinte sivatagi táj van körülöttünk, és ez amiről a Balogh Péter beszél, hogy hol tartunk ebben, és még mindig megyünk lefele, de ez egy nagyon fontos kérdés, amire nyilván majd a kerekasztalnál kitérünk, de erről neki egy kis tömör blokkot be kéne iktatni. Jó, akkor előadó kéne legyen, igen. Aha. Jó, oké. Ugye az a legfontosabb, hogy valahogy összerakjuk az egész témát, mert az alap megfontolása a rendezvényünknek az, hogy mindenki elindult valahol a saját útján, a saját témakörében, ami ez leginkább ért, de nem biztos, hogy sokat tud a többiekéről, ami szintén hozzátartozik viszont ez az egészhez. Mert ugye új világrend, vagy hogy mondják? Új világrend. Tehát, hogy az egy nagyon átfogó komplex merénylet ellenünk, és a védekezésnek, meg a megoldásnak is átfogó komplexnek kell lenni, és hiába okoskodunk mi a Covid oldalról, vagy a pénz oldalról, hogyha az összes többit nem ismerjük, akkor nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémát. Úgyhogy kell egy ilyen átfogó képet kapjunk, és kell, hogy tudjuk, hogy ne járjunk úgy, mint a nyugat-európai gazdák most, ugye, hogy tüntetnek egy folytába, miközben fogalmunk nincs arról, hogy ezt a WHO igazgatja már, amivel így történik. Tehát ezeket szépen össze kell minden oldalról rakjuk, és ehhez kellő türelem és szintézis kell, és mindenre kell, hogy időt szálljunk. Jó, van valakinek észrevételem? Kérdése? Mondom. Nincs kérdés, hozzászólás. Igen. Szilágyi Gábor vagyok. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem sokkal
sokuk nevében, hogy önök ezt megszervezték. És itt lehetünk. Örülök. Ennyi. Örülök, örülök, hogy így álltok hozzá. Jó. Hát, hogyha ha nincs, akkor lehet, hogy majd közben lesz. Akkor én megkérem a Zolit, hogy jöjjön és kezdje meg az előadását. Nem tudom, hogy kellene neked valami segédeszköz? Nem kell. Semmi nem kell. Te vagy magadban a segédeszköz. Ugye, csak ott van egy mikrofon, azt vedd el, kérlek. Akarsz ülni, vagy állni? Nekem állva is. Ott van egy kultikus, akkor a mehetsz, és akkor ott könnyebben tudsz. Hát szeretettel üdvözlöm a kedves megjelenteket, különösen a szervezőket, még egy fontos missziót vállaltak a mai nappal kezdődően, és hát nem húznám az időt, rátérnék a lényegre. Manapság, ha óvodáskorú gyerekeket látok, a sajnálat és a csodát érzések avarok bennem. Sajnálom őket, mert rájuk vár a világtörtem legszörnyűbb megpróbáltatásai, ugyanakkor a csodáton is az övék, mert kényszerből a legnagyszerűbb és a legdicsőbb hőstetteket kell nekik a jövőben végrehajtani, pusztán a létezésükért. Többféle ok adja ezt. Először is mindannyian tudjuk, hogy a világállami törekvések azok egyrészt rabszolgaságba akarják dönteni a földbolygó lakosait, másrészt pedig agyon akarják oltani komplett nemzedékeket, hogy kísérleti állatok módjára bánjanak velük. Emellett van az éghajlatváltozás. Én erdész vagyok, és még ilyen februárban sosem volt részem a 60 éves elmúltam, mint idén, vagyis az éghajlatváltozás nem az a lényeg, hogy mitől van, hanem az a lényeg, hogy van. Szóval soha nem volt olyan, hogy egy májusi pereszke gomba februárban jelenjen meg, szóval teljesen megzavarodott az időjárás, és ennek beláthatatlan következményei vannak. Itt az Alföldön bizonyos helyeken már kaktuszligetek vannak. Ez azt jelenti, hogy nem csak a tavakban tavak száradnak ki, vagy pedig a kutakban csökken a vízmennyiség, hanem megjelentek olyan invazív fajok is, mint a kaktusz itt a Magyar Alföldön. És hát természetesen sok növény, állat, vagy pedig gombafaj, ami soha nem volt Magyarországon, jelenik meg az éghajlatváltozás miatt. Helyzetet tovább súlyosbítja az a tény, hogy új gyarmatosítást hajtanak végre Magyarországon különböző hatalmak, ez akár hulladéklerakókban, akár akkumulátorgyárakban és más ahol technológiával működő környezetszennyező létesítményekben jut kifejezésre, ami tovább csökkenti az itt élő lakosságnak az élet lehetőségeit. Szóval a probléma akad bőven. Most ezen súlyos problémákkal szemben általában meg lehet nézni, hogy ebben a teremben is pillanatnyilag hányan vagyunk. A lakosságnak egy elenyészően picike kis hányada az, amelyik érzékel. A lakosság legnagyobb része a maga mókus kerekével elfoglalva éli önfelett világát, és hát most, hogyha történetesen a marihuána legalizálásáért gyűlnénk össze, akkor biztos, hogy még az ajtón is csimpaszkodnának az emberek, de mivel értelmes dologról van szó, ennek következtében kevesen vagyunk. Most egy ilyen megváltozott világban, ennyi kihívással szemben a szokásos módszerek nem kielégítőek. Ugyanakkor a történelem rendkívül sok lehetőséget tanított meg nekünk, az egyik az nem más, mint az aszimmetrikus hadviselés. Az aszimmetrikus hadviselés az nem csak erőszakos, életellen vagy testi épséggel elkövetett dolgokat jelent, hanem hogyha van egy adott folyamat, a legváratlanabb módon támadjuk meg. Pillanatnyilag a világállami törekvésekkel szemben is az emberiség csak kullog. A kezdeményezés állandóan annak a gonosznak a kezében van, aki ezt a fölmedvényt elindította. Egy adott folyamatot úgy lehet legjobban befolyásolni, hogyha
tendencia törést csinálunk, és a tendencia törés után tendencia váltás. Vagyis ez azt jelenti, hogy ki kell venni a kezdeményezést az ő kezükből. Nem azt kell csinálni, hogy mindig megkésve, fáziskéséssel reagáljunk rá valamit, és nem is tüntetésekkel. Egy tüntetés sajnos nem volt meg semmit. Hanem olyan mélyreható változásokat kell a társadalomban eszközölni, amely mélyreható változásoknak egyik nagyon, de nagyon fontos módszere az is, hogy a védekezésből és abból a naivitásból, hogy azt gondoljuk, mint a középkori parasztok, hogy a rossz urakat megkérjük, hogy legyenek jó urak, és akkor jó urak lesznek volna. Szóval ebből a naivitásból kigyógyulva mi indítsunk ellenük különböző erőszakmentes, de jogilag kellően alátámasztott ellentámadásokat. Vagyis védekezésre kényszerítsük őket. Amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor az fog bekövetkezni, hogy ő akadálytanul, egyre szemtelenebbül, egyre aljasabbul, és egyre rombol, egyre jobban rombolva és pusztítva a lakosságot fognak fellépni, hiszen úgy gondolkodnak, hogy amit tesznek, annak nincsenek következményei. Ebből a hitből kell őket kigyógyítani, hogy ez nem így van, ahogy ők ezt elgondolják, és ez a tendencia, ami eddig volt, ezen lehet változtatni. Ehhez nekünk, az összefogásnak olyan mértékűnek kell lennie, amely felülmúlja az ő szervezettségükét. És még bölcsebbnek és még előrelátóbbnak kell lenni. Ki kell számolni azt, hogy őnekik mi a várható jövőbeni csapás irányuk, és a jövő válságát a jelenben kell megoldani. Na most, sokféle lehetőség áll valóságban a rendelkezésünkre. Szóval nem lehet azt mondani, hogy abszolút semmit nem tehetünk, annak dacára, hogy a jogaink megvannak nyírválva. Az egyik lehetőség itt Magyarországon is nem más, mint az ügydöntő népszavazás. Ezt csak azért merem mondani, mert 6 településen egymás után sikerült győznem helyi népszavazáson úgy, hogy hulladék lerakóvat szerettek volna erdőterületek helyén létrehozni. És hát ellenem volt az összes párt, az előző választáson győztes polgármester, képviselőtestület, a minisztérium, a média és egy milliárdos múlti cég. Mégis sikerült győzni. Ez azt jelentette, hogy nem csak érvényes, hanem eredményes is volt a népszavazás. Szóval a lakosságnak több mint 50%-át sikerült arra rávenni, hogy megjelenjen az adott helyen. Na most ez úgy gondolom, hogy mivel sok helyütt még csak ki sem írják a népszavazásokat, ezek önmagukért beszélnek, hogy lehet megtenni azt, hogy az ember, ha más elszánt emberekkel összefog és egy hajóban nevez, akkor eredményt érjen el. Vagy egy másik módszer az, hogy törvényességi felügyeleti vizsgálatot indítani valamilyen ügyben, vagy pedig történetesen már egy kiadott környezetvédelmi vagy bármilyen engedélynek a felülvizsgálatát. És hogy mondjam azt, hogy Vácot a DDC Kft. Ellen, amely Higanyból például 50-szeres mennyiséget bocsátott ki, mint a megengedett határérték, egyébként a megengedett határérték is sok, ez egy cementgyárról van szó. Az ellen én is és más barátaim is fellebbezést nyújtottunk be, és a másodfokú környezetvédelmi hatóság megsemmisítette az elsőfokú környezetvédelmi hatóságnak az engedélyét. Szóval rengeteg lehetőség van. Most nem akarom elsorolni, hogy mi minden történt már, amit eredményt elértünk, de azt mondom, hogy ezeket az eredményeket országosan ki kellene terjeszteni. És még egy másik dolog, hogy össze kellene fogni, és egy adott helyen, Lenini elveket követve, döntő helyen, döntő időben, döntő túlerőt létrehozni a környezetszennyező vagy egészségkárosító hatások híveivel szemben. Na most ezt a fajta centralizációra abszolút nem fognak számítani.
Ugye az aszimmetrikus hadviselésnek az a lényege, hogy a legváratlanabb front szakaszokon és a legkevésbé várható módon lépjünk fel. Ezáltal őket a szokott kerékvágásunkból a kényelmi pozíciójukból kipenderítsük. A pofozógép taktikának pedig az a lényege, hogy állandóan kezdeményezzünk, és őket állandóan védekezésre kényszerítsük. Na most hát a manőverező harcmodor pedig annyit jelent, hogyha ők valamilyen választ és ellenválaszt akarnak csinálni, mi már arra fel legyünk készülve, és már arra is a megfelelő lépéseket indítsuk el. Na most meg kell tanulnunk sajnos ezeket a módszereket, mert óriási a túlerő. Bookmakeri szempontból nézve a rossz győzelme sokkal közelebb van a valósághoz, mint a jói. De a kilátástalan harcnak is van szépsége, amely abból adódik, hogy erősebb ellenfél előtt sem kódol be valaki, mivel a veszíteni valója nincs, az esélytelen nyugalmával vegyi magát a küzdelembe. Hát pillanatnyilag nekünk az esélytelen nyugalma áll rendelkezésünkre, és még emellett az, hogy tennünk kell azért, hogy el ne tűnjünk a történelem süllyesztőjében, amire most a világállami törekvések és az éghajlatváltozás miatt igenis nagy lehetőség van. Gondoljunk csak arra, hogy a két legutóbbi népszámlálás során Magyarország lakossága nagyobb lélekszám veszteséget mutatott, mint az összes nagy csatának az embervesztesége együttvéve, ideértve a Muhi csatát, Mohácsi csatát, Isonzó, Doberdót, Donkanyar, stb. A születési ráta csapnivalóan rossz az országban, és a fiataink egy része a nyugati mádat miatt menekül ebből az országból. Nem mintha ott annyira csodálatos volna a helyzet mindenben. Még akkor is, hogy anyagi körülményekben nagyobb puskálás folyik. De nekünk végre változtatnunk kell, és ezt a változtatásokat ez csak is egy olyan szisztematikus, észszerű összefogásokkal tudjuk megtenni, hogy olyan operatív csoportokat kell létrehozni, amely egyes feladatköröket magához vonzva ő megteszi a lépéseket, hogy minél nagyobb tömeget győzzön meg, és minél nagyobb kényszerítést tegyen a hatalomra annak érdekében, hogy rádöbbentsék arra, hogy nem akadálytalanul, csak is az ő kitalációja szerint fog működni a jövő és a világ. Amennyiben hagyjuk továbbra is, hogy a dolgok ebben a mederben folyjanak, mint eddig, akkor szinte lemondhatunk a jövőkről, hívhatjuk a kesejűt, hogy jöjjön, vagy megáshatjuk a saját magunk sírját is, mert ezekkel a módszerekkel, amelyet eddig folytattunk, lehetetlen, hogy eredményt érjünk el. Sokféle lehetőségünk van abban is, hogyha különböző szervezetekbe tömörülünk, lehet ez akár vallási, akár politikai szervezet is, lényegében minden fronton fel kell venni a harcot. A másik nagyon fontos dolog még, amiről nem beszéltem, a lakosság mérgezés. Mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe, nézze meg a népesedési kerekasztalnak, ez egy Fidesz szervezet, szóval nem zöld vagy egészségügyi szervezetről van szó, kimutatását, hogy Magyarországon a lakosságot, a glifozát és más egyéb mérgező anyagok miatt milyen károsodások ér. És mivel ezt maga a kormányunk sem tagadja, hiszen a Fidesznek egy szervezete a népesedési kerekasztal, így erről nem lehet azt mondani, hogy valaki ezt túlzásból mondja ezeket a szörnyű adatokat. Szóval nagyon fontos volna az is, hogy egyre nagyobb összefogással kivonni a lakosságnak minél nagyobb hányadát abból, hogy mérgezett élelmiszert fogyasszon, mérgezett vizet igyon a csapból,
vagy más egyéb olyan adalékokkal károsítsa szervezetét, amitől beteg lesz. Kevesen veszik komolyan azt, hogy Magyarországon oltott állat húsát, oltott állat tejét és oltott állat tojását hozzák forgalomba. Hát nehogy valaki is azt gondolja, hogy ő nem kapott valamilyen oltást, ezzel ő már mindent megtett anélkül, hogy ő oltásmentes életet éljen. Amit eszünk, azzá leszünk. Szóval a harc rendkívül sokrétű, és hát nagyon fontos azt, hogy rájöjjünk, hogy milyen aljas körben van, és gonosz módszerekkel igyekeznek bennünket tönkretenni, hogy elérjék azt a lakosság csökkenést, amely a tervükben szerepel. Hát én inkább nem folytattam a szót, ezt csak gondolatébresztőnek szántam. Ha van valakinek valamilyen kérdése, mert rendkívül szertágazó témakörök ezek, akkor ha tudok, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm. És akkor az a kérdésem, hogy Marian is jöjjön, hogy is jelentkezett a kerekasztal beszélgetésben, és Zoli, te meg nyugodtan jöjj oda a székre. És akkor... Dr. Tavasi, lehet még egy megjegyzésem a népesség csökkenéssel kapcsolatban? Most olvastam, és Szilárd Gábor, most olvastam egy statisztikát, hogy ma már minden hatodik magyar gyermek külföldön születik. Minden elég sokkalatos, elgondolkodott. Ez kapcsolódik ahhoz, amit ön mondott, Zoltán. Ugye a nyugat anyagi vonzása. Kapcsolatos. Szóval, amikor én ezt a biztonság témakört itt bevettem a témák közé, akkor nem teljesen arra gondoltam, amiről most a Zoltán beszél, de nagyon jó az, amiről beszél. Tehát én azt gondoltam, hogy kell egy olyan fajta biztonság is, hogyha mondjuk hirtelen lezárják az áramot, vagy bármi, és akkor elindul a tömeg a városból és rabol, meg kriminálissá válik a helyzet, hogy akkor meg kell védje magát egy-egy közösség, és ahhoz biztos, hogy vannak eszközök, hogy hogyan. És amikor láttam neked a felvezetődet, hogy pofozóként meg hasonlókat, azt gondoltam, hogy valami ilyenekről fogsz beszélni, de nem baj, jó. Jó ez is, mert ebből amit elmondtál, ebből pedig az derült ki számomra, hogy igen, az, hogy az elmúlt 3 évben leginkább azt éltem meg, hogy mi kiálltunk és mondtuk a magunkét, kimentünk a térre és tüntettünk, meg rendezvényt szerveztünk és vonultunk, amikor teljes tilalom volt, ugye kimenni nem lehetett, meg maszk nélkül az utcán se lehetett megjelenni, akkor is ugye sport címén felvonultam minden héten 2-szer az országház előtt, és körbe mentünk is fel a várba, és elvonultunk Orbán Viktor rezidenciája mellett, és mentünk tovább, tehát hogy akkor is próbáltuk megmutatni, hogy ez nem elfogadható, de nagyon kevesen voltunk. És amit a Zoli most elmondott nekem, akkor az volt az egyik legfontosabb, hogy a bátorságot azt elő kell venni, és hogy meg kell szólalni, és hogy szembe kell fordulni, és ha kell, akkor ezekkel a technikákkal kell megnyilvánulni, mert ha nem nyilvánulunk meg, csak ülünk a Facebook mellett, meg benne a odunkban, akkor semmi nem fog változni. Tehát nem csak arra van szükség, hogy az ember egyet értsen, hanem arra is szükség van, hogy valamit tegyen. És a szembefordulásért is kell tenni.
Én pár gondolatot tennék hozzá. Az egyik, ami elhangzott a Medvecki Zoltán szövegében, az az itt döntő népszavazás az a közvetlen demokrácia egyik intézménye. Ez azért fontos tudni, mert ahogy majd a elkövetkező napokban, amire próbálunk fókuszálni, az az, hogy alapjaiban kell újra gondolni az egész társadalmi intézményrendszert, mert a szemünk láttára esik szét. Tehát működésképtelenné válik, ugye ezt nem elégszer ismételjük el, hogy az egészségügy ez nem gyógyít, az igazságszolgáltatás az nem szolgált igazságot, és sorolhatnám. És akik minket képviselnének, képviselők, azok nem minket képviselnek, hanem valaki mást. Tehát ezért ezt is újra kell gondolni, és az egyik intézményekben valóban a népszavazás, különböző népszavazások, és ahol nem tökéletesen, de a mai napig is a legfejlettebb módon a közvetlen demokrácia működik, a Svájc. Az egész abból adódik, hogy ott nincs, igazából nincs egy központi kormányzat, csak kvázi központi kormányzat van, tehát önálló tartományok vannak. Igaz, hogy őket is most belülről rothasztják és próbálják uniformizálni, mint minket, de mégiscsak ott minden fontos kérdésben helyi népszavazások egymást követik, azzal döntenek. Tehát ezt hozzá kell szoknunk, mert ezt a képviseleti demokráciát, aminek rég lejárt az ideje, és majd erre fogok utalni röviden az előadásomban, hogy ezt ugye az angol száz háttérdiplomácia ültette egész Európa nyakára. Ezt ők eltervezték 19. század második felében, és eltervezték, hogy mindenütt Európában köztársaságot fognak csinálni, az angol száz kétpólusú politikai rendszerrel, ahol jól tudjuk, hogy az angol száz rendszerben nem a parlamenten dőlnek el a dolgok, még maguk is bevallják, hanem az angol parlamentnek van egy előcsarnok, amit úgy hívnak, hogy lobby. Ott lobbiznak a lobbisták, és az képviselők már úgy mennek be, hogy már a lobbisták meglobbizták őket. És bent, ami van, az egy cirkusz, az a plebsznek szól. És ezt ültették át a mi nyakunkra, ahol a képviselő demokrácia az többségi demokrácia. Ez azt jelenti, hogy a kisebbséget le lehet szavazni. Tehát csak a többséget kell elérni, ilyen-olyan technikával. A közvetlen demokráciánál nincs, ott konszenzus van. Addig gyötörjük egymást, amíg tűrőre nem jutunk. Ez tisztességes, mert nem marad leszavazás, a leszavazott ember. Tehát ez az egyik megjegyzés, a másik, amit a Zoltán felvetett, hogy át kell venni a kezdeményezést. Oké, de hogyan? Tehát most azt kijelentem, hogy most akkor ide a kormányodat, az nem fog történni semmi. Egyetlen egy módszere van, hogy az ellenfél hosszú távon gondolkodik. Stratégiai gondolkodásuk van, és ez már a háttérdiplomáciának mindig is ez volt, tehát azok a nyugodtan mondhatjuk, néven nevezhetjük, azok a szabadkönyves körök, akik megtervezték az első világháborút, azok már több mint egy fél évszázaddal előtte elkezdték ezt tervezni. És a századfordulótól, 1900-tól akkor jelent meg az angol száz területen a geostratégia tudománya. Halford Mackinder akkor kezdte a tanulmányait, amiben már globális geostratégiákban gondolkoztak. És az első világháborút azért vesztettük el, mert a közép-európai népek és a vezetőik még képtelenek voltak a globális geostratégiai gondolkodásban, míg az angol száz elit ezt már tudta. De ma már nem ez a helyzet, mert ma mindannyian átlátjuk a mesterkedéseiket, ezért ezek már hatástalanok. Ezért permanens újratervezésben dolgoznak, folyamatosan újratervezik a stratégiáikat. Erre kutatóintézetek, vállalkozások működnek, ezt egyfolytában csinálják, azért, mert
lépést kell tartaniuk azzal, hogy rájövünk a disznóságra. Az első, amire rájöttünk, az a Covid balhé volt, az egy nagy globális ébredés volt, még mindig is vége, ugye? Ez átfolyt a pénzügyben zajló előkészületekre. Ez a kulminációs ponthoz közeledik, ez talán idén, talán jövőre, és nagyjából átfedés is van. Akik a Covid átverésre rájöttek, azok most a pénz átverésen törik a fejüket, hogy mi is történik. Hogyan akarnak minket egy globális digitális valótába betelni. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberiség döntő, hát nem a többsége, hanem ez mindig csak egy kisebbség, amit mi képviselünk, de szociológiai tény, amit nem nagyon hangoztatnak, hogy a kritikus tömeg az nem 50%, 10%. Na most, ha a népesség 10%-a ugyanazt akarja, érti és akarja, az bármit meg tud csinálni. A probléma az, hogy, és ez Magyarországon megvan ez a 10%, bőven megvan. Tehát nem mondhatjuk, hogy legfeljebb a józan paraszti ésszel Favor Mari néni Józsi bácsi tudja, hogy mi a dörgés, de megtartja magának. Köszöni szépen, hogy nem vesz részt a közönyök küzdelmében, hogy karintén intézzen. De itt most ez a kérdés, hogy egymásra találunk-e, és akkor Magyarországon kérdődik az egész világ sorsa. Most ezt nem önfényezésben mondom, de tényleg ez a helyzet. És igen, tehát ez volt a... ami fontos, és még egy ez az önvédelem, illetve amire Józsi, te kérdeztél rá, hogy ezt is szántad a mai estére, ez egy rendkívül éles kérdés. Tudnélik, én nem gondoltam, hogy ez volt a szándékom, de én már 2 éve elkészítettem egy úgynevezett túlélve egyszer egyet, ami egy ilyen teendők vészhelyzet esetére, ilyen kis okos. Ami olyan forrásokból szedtem össze, ahol már ilyet átéltek, és abból leszül. Például a 2000-es argentin válság, amikor Argentina, ami egy prosperáló ország volt, egy politikai, gazdasági válság, mellesleg a soros keze volt benne zárva, bezárva. Olyan válság jutott napok alatt az ország, hogy Buenos Airesben 3 nap után minden megszűnt. Vízellátás, üzletek, energiaszolgáltatás, minden, és fegyveres bandák fosztogattak és vadásztak ivóvízre. Ez bármikor előállhat itt Budapesten is, itt Magyarországon is. És erre akik ezt túlélték, leírták a tapasztalataikat. Nem akarom most elmondani majd ennek a kicsit, hogy mondjam, upgrade-elt változatát, majd valószínűleg célszerű közzétenünk tudni. Várható egy ilyen megrendezett krízis. Nem tudni pontosan mikor, de én mérget veszek rá, hogy 1 éven belül lesz, már elég régóta lebegtetik. És a legfontosabb, amire utalnék, hogy az argentin válság tanulsága is az, hogy az önszerveződő közösségek azok, akiknek a legnagyobb a túlélési esélye. A legkisebb pedig az atomizált városi városlakók. De aki vidéken van, tanyán, az sincs biztonságban. És nem akarok részletekbe menni, tehát az, hogy itt megpróbáljuk az önszerveződő közösségeket hálózatosítani, hogy nekünk legyen stratégiánk, és ennek része, ami az elkövetkezendő 3 napban téma lesz, hogy szervezzük meg a közvetlen ellátásunkat, hogy legyen élelmiszer, legyen saját pénz, mert ha egy valutakrízist elindítanak, ami most már látszik, már csak az indítás időpontot nem tudjuk, eltűnik a pénz. Egy pillanat alatt eltűnik a pénz, akkor mi lesz? Éhínség. Azonnal.
Akinek viszont van, aki egy társulás tagja, legyen az kosárközösség vagy bármilyen, ahol van termelés, fogyasztó, van egy saját pénzük, amire nem lát rá az a központi hatalom, amik a pénzrendszert be tudja dönteni, akkor ezek túlélnek, vagy ezeket nem érinti a válság, tehát nem lesz húsdaráló. Tehát ezt akartam hozzátenni, hogy tehát ezek a csapás irányok, amiket komolyan kell vennünk, és egy stratégiát felépíteni erre. Zoli, válaszoljál, légy szíves. Reagálni szeretnék, mivel rendkívül széles ez a spektrum, ez a biztonság politika, ezért nem mondtam el azt, hogy mi a teendő, hogyha mondjuk történetesen a zombival süllyedt városiak megölnyák a vidéket és rabolni, fosztogatni akarnak. Mi erre azt találtuk ki, hogy úgynevezett túlélő bázisokba tömörülünk. Ezek a túlélő bázisok teljes energetikai önellátást valósítanának meg, az alapvető közszükségleti cikkeket szintén saját maguk állítják elő, nem városállamok, hanem faluállamoknak tituláljuk őket. És ez azt jelenti, hogy még a gyógyellátás területén is lekívánunk szabadni a központi hatalomról, és emellett meg akarjuk magunkat természetesen védeni is minden fajta, akár külföldi agresszió, akár belföldi agresszió is érne bennünket. Na most ezt a törvények is lehetővé teszik, hogyha megtámadnak bennünket, védekezzünk. Ezt nem tiltja semmilyen magyarországi jelenlegi paragrafus, lehet, hogy majd később fognak ilyesmit hozni, de most nincsen. Most, hogy hogyan tudjuk átadni a kezdeményezést, mi egy úgynevezett járványügyi számonkérő széket és egy környezetvédelmi számonkérő széket kívánunk felállítani. A járványügyi számonkérő széknek a feladata, hogy azokat az orvosokat, politikusokat és média dolgozókat, akik felelősek ennek a hetsz kampánynak a kivitelezésében, a gazdaságnak a bedöntésében, emberek megbetegítésében, megölésében, ezeket folyamatosan korcső alá venni és támadást intézni ellenük, vagyis védekezésre kényszeríteni. Magyarországon, amilyen környezetvédelmi engedélyeket kiadtak, ezek a környezetvédelmi engedélyek ezersebből véreznek, mivel a saját maguk kottáját sem tartották be. Innentől kezdve, hogyha például van egy Debrecenben, vagy bárhol, vagy Gödön egy akkumulátorgyár, vagy hulladéklerakó, mivel ismételten mondom, a saját maguk rendeleteit sem tartották be ezeknek a létesítéseinél, ennél fogva törvényességi felügyeleti vizsgálatot lehet indítani. A törvényességi felügyeleti vizsgálatot ki kell egészíteni hivatali joggal való visszaélés bűncselekményének alapos gyanújával történő eljárással, valamint bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény alapos gyanújával, és ezeket elindítani. Megjegyezni kívánom, én voltam az, aki ez a PCR-teszt megsemmisítésével kapcsolatban is egy büntető eljárást indítottam. Ennek is jó tapasztalatai voltak. Szóval azt kell világosan látni, hogyha nagyon sok helyen, nagyon sok eljárás indul, a jelenlegi államapparátus nem fogja bírni győzni ezt. Ez a pofozógép taktika. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy bizonyos idő után kapacitás hiány egy kényszerhelyzetbe fognak jutni, vagy engednek, vagy pedig a gyengék végső menedékéhez, az erőszakhoz fordulnak. Akár engednek, akár még nagyobb erőszakot alkalmaznak, mind a kettő hosszú távon a mi magunkra fogja hajtani a vizet. Nem párna csatát vívunk.
ez az elkövetkezendő események nem egy vacsorás. Szóval itt áldozatok nélkül és idő meg anyagiak ráfordítása nélkül nem fog működni ez az egész dolog. Mindenféleképpen oda kell tennünk magunkat annak érdekében, hogy eredményt érjünk el. És az az eredmény pedig, hogyha néhány helyen megmutatkozik, ettől a kétkedők szívet fognak nyerni, és lesz sikerélmény, amihez tudják magukat igazítani. Na most persze a világállam mindenféleképpen minden nemzetállam eltörlésére készül, tehát a nemzetállamokon belüli önrendelkezésnek előbb-utóbb minden formáját sárba fogják taposni. Ez nem férhet kétség. Pillanatnyilag áll még rendelkezésünkre a helyi népszavazás, ez előbb-utóbb természetesen be lesz fagyasztva. Na most a neten, hogyha bárki beüt egy a keresőbe egy olyan kifejezést, hogy családi hadigazdaság, akkor 34 pont kirajzolódik ott. Ezt a 34 pontot állítottuk össze, ismételten mondom, családi hadigazdaság, hogy hogyan lehet a megváltozott körülményekre felkészülni. Nekünk az a célunk, hogy a jövő válságát a jelenben oldjuk meg, mivel többé-kevésbé ismerjük a világállamnak a törekvéseknek a forgatókönyvét, ennek következtében ezekre a forgatókönyv módszerekre fel is lehet készülni. Óriási potencia van az önellátás és az élelmiszerellátás tekintetében, az ehető vadnövényekben és a bombákban. Magyarországon 40 ezer szarvasmarha húsával egyenértékű gombarohat évente, ehető gombarohat évente, amit a lakosság abszolút, mivel elveszítette a tradícióját, nem ismer. Akkor ezen kívül 365 tradicionálisan fogyasztott ehető vadnövény van Magyarországon. Pillanatnyilag mi, amit az őseink ettek, azoknak az ételeknek ilyen 10-15%-át fogyasztjuk. Eszünk umeboshi szilvát, kesudiót, banán, narancsot, stb. De hogyha most fölteszek egy olyan kérdést, hogy mi Magyarország egyedüli őshonos gabonanövénye, ki tud rá 100%-osan válaszolni? Nehéz kérdés, mert az agrártudományi egyetemet végzettek sem tudják általában. Ki tud? A mohar. Még az 1200-as években a magyar lakosság moharcikot evett. A hon visszafoglalás esetében Magyarországnak 95%-os volt az erdősültségben. A 95%-os erdősültségben lehetett hatalmas búzamezőket termelni, véletlenül sem. A például a kenyeret, hogyha valaki olvasta Netalántán a kicskereső kisködmön, ugye abban mi volt benne? Súlyomból és maklisből csinálták a kenyeret. Szóval teljesen átalakult minden, például az olajat, az bükkmagból ütötték, bükkmag, és tessék, bükkmagból ütötték, 1300-as években még a magyar lakosság bükkmagolajat használt fel. Ezeket mindent elfelejtettünk. Mindent. Nehogy azt gondoljuk, hogy a mai mezőgazdaság az fejlettebb, mint amit az őseink folytattak, hiszen például akár európai bölényről, akár amerikai bölényről van szó, a legintenzívebb hústermelő gazdaság sem tud egy hektárról több kilogramm húst egy adott idő belül realizálni, mint például, hogyha ott bölényre kell. Szóval ne gondoljuk azt, hogy fejlődtünk. Változni változtunk, de nem az előnyünkre. És hát, hogyha ezt a rideg állattartása és sok egyéb más dologgal összevetjük, és figyelembe veszük azt is, hogy az éghajlat egybe mosódott, vannak olyan növények, amelyeket szintén nem nagyon tanítanak, és bombák, amelyek természetes fagyállót tartalmaznak,
Szóval most már az ország nagy részén, akár májusban is fagyok fordulnak elő. Ha ezeket a növényeket, gombákat termesztünk, abban az esetben nem maradunk például élelmiszerkészlet nélkül. Magyarország megszüntette stratégiai élelmiszertartalékát. Azelőtt a magyar parasztnak 2 évre elegendő élelmiszertartaléka volt. És ami a legfontosabb és legjobban tudunk vele mit csinálni, az pedig nem más, mint sem, hogy adott legjobb területeket kiválasztva, ott túlélő bázisokat hozunk létre. Ez azt jelenti, hogy oda összeköltözünk, mert hogyha akár a homoszexuálisok, akár a szektások, akár a vallási fanatikusok össze tudnak költözni, akkor azt mondom, az épeszi embereknek is össze kéne. És ott nem kisebbségben lennénk a sötét emberiséggel szemben, hanem többségben. Ennek következtében eredő vektor cselekedeteknek a tömkelegét tudnánk végrehajtani, és föl tudnánk készülni arra, hogyha ne találtán bennünket bármilyen módon megtámadnak, akkor hatékonyan tudjunk védekezni. Köszönöm szépen, és szép estét mindenkinek. Amit írt azt a túlélő kis okos nevű fizetecskét, ahhoz, hogy tőled függetlenül, hogy többen írtak már ilyet a közös barátunk, aki most éppen Lassa Mária Nostrán tölti a végnapjai, ő is. Tehát van több ilyen túlélő kis okos. Nem tudom, hogy hány emberhez jutottak el, tehát Magyarországon vannak ezek a túlélő közösségek, aminek ugye nagyon fontos részét adja a konkrét önvédelem is, hogyha egy éhes ember elmegy vizet, ételt szerezni, akkor bizony elveszi. És ugye itt van egy nagyon kényes téma, és itt a vacsoránál is beszélgettünk arra, hogy spirituális és szellemi szeretet, ne értsetek félre, ez kell, megvan a helye. Zrínyi, mindenki emlékszik rá, mondta, hogy megvan az ideje az imámnak, és megvan az ideje a szabjának. Tehát valamikor a vezetőnek ugye előveszi a spirituális minőséget, és előveszi ugyanakkor, ha kellett, a kard művészetét is tudta gyakorolni. Tehát van egy ilyen része is a túlélő minőségeknek, hogy egy picit ezt a két végletet, azt valahogy közelíteni kellene egymásnak. Például szoktam említeni 1955-öt, mindenki tudja, amikor a kínai népadsereg lerohanta, egy viszonylag, én úgy gondolom, én csak Nepálig jutottam el, Tibetben sajnos nem, az akkori és talán a mai világ legfejlettebb spirituális nemzetét, és a Nepálin kásztatott kínai kiskatonák halomra lőtték a spirituális magasságokban lévő szerzeteseket. Tehát egy például, hogy zajlik Magyarországon a lakosság csere, csak Debrecenben 50 000 vendégmunkást vallanak be. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 2,5-szeresen fog érkezni így a tapasztalatok alapján, és egy teljesen más kultúrából meg egyéből, őneki az európai kultúrszeretekben lévő lánykák vagy fiúk, rajtuk úgy fognak keresztül gyalogolni, mintha ott sem lennének. Nem tudom, hogy közületek hányan voltak Ázsiában, teljesen más kultúrkör és egyéb. Említette Svájcot. Svájcban minden férfi ember köteles kiképzésen részt venni. A tudomásom szerint a harmadik legnagyobb, a lakosság életszámát tekintve tartalékos haderővel Svájc rendelkezik, és nemzedékek óta a falvakat, az utakat és a különböző lakosság ellátó élelmiszer raktárokat, víztározókat és egyebeket őrzi a falunak a kijelölt rendszere. Mint hogy régebben mi is őriztük a víztározóinkat, meg őriztük a kólyáknak a többieket. Tehát itt el kellene azon gondolkodni, hogy azért nem ártana, hogy hát így körbenézve azért a csapat nagy része volt katona, legalábbis még a hat kötelezettség idejében. És felmerült itt a vacsorakor is, hogy
ki, ha tegyük fel, berobbanna ide Magyarországra egy haderő. Ki lenne az, aki felállna, és tudna mit kezdeni? Most ez egy ilyen költői kérdés. Gyakorlatilag olyan, mint a krémes magyar haderő, van egy nagyon erős, kb. 5000 fős merev, tényleg kiképzett kemény, kb. 5000 fő. A többi, az pedig egy lekvár. Gyakorlatilag. Onnan tudom, hogy időként én is járnak hozzám a debreceni tekesek, vagy együtt edzünk, tehát körülbelül ez a lényeg. Tehát arra szeretném felhívni a figyelmet, említette Svájcot, hogy talán van lehetőség egy hagyományozó rendszerekben, mert olyan fegyverek is vannak, amikre nem is gondolunk, például egy karikás ostor, ami nem véletlen, hogy féltek tőle annak idén a lamancok is, mert a karikás ostor erősített ólomgolyó gyerekezekben nagyon súlyi munkát tudott végezni egy. Vagy ott vannak a csúszlik, vagy ott vannak a botok, vagy ott vannak a különböző egyéb dolgok, ami engedélyezett nálunk Magyarországon, amiket érdemes lenne akár a fiainkat is tanítani, bottal bánni, hogy hogy kell megfogni a botot, hogy ne vegye ki a másik a kezedből. Tehát ezt is lehet, én erre hívnálok benneteket, hogy amik vannak a harcművészeti klubok, ott óriási lehetőség van, és ha tehetitek, írassátok be fiaitokat, lányaitokat ilyen klubokba, ahol sajnos a magyar balanta gyakorlatilag tart ott, ahol tart, de vegyük át távol-keletről azokat a jól működő technikákat, technológiákat, mint ami nálunk volt annak idején a cserkész rendszer, amit talán kezd újra hanvaiból föltámadni, nem tudom, hogy ez hol tart, de lehetne élni már belindítani. Amit a Zoltánnal is ugye találkoztunk, hogy meg kell nézni, hogy a közösségnek a terét, hogy hogyan lehet védeni, ugye túlélő bázisokról ismerkedtünk meg, pont ilyen túlélő táborban a Zoltánnal ott van a kapcsolatunk, hogy ezeket hogyan tudjátok ti megvalósítani, például a tanyákon, vagy például, hogy hazabeszélek, például a ház méheket használni a kapubejáróban, és amikor valaki véletlenül bemegy, a kas leborul, és akkor hasonló lesz, mint amit Egerben meg számtalan végvári vitézek, hogy házi méheket az ellenségre alkalmaztak. Tehát vannak azért módszerek, vannak lehetőségei. Vagy a gericsia, az a fa, aminek tudjátok, hogy akkora a tövise, hogy a szürke marha bikát is ugye kikerülésre kényszerítette. Tehát nem biztos, hogy nekünk mindenféle díszfákat kell tanyákon körbeültetni, hanem lehet, hogy néhány ilyen fát is lehet, vagy sövény, ami olyan szúrós, hogy azon állat és ember nem jön át. Hogy csak néhány példát mondtak például az önvédelem rendszerében. De a legfontosabbnak azt látom, hogy az a tartás, az a gerinc. Mert akiben van egy belső erő, tegyük fel egy harcművész, ő rajta bemegy a kocsmába, és látszik. És nem kell neki semmit sem mondanom. Ez a tartásnak a kinevelése, ami adott a férfi embernek, mindig ugye egy picit olyan szólókat a létvány, amikor azt mondják, hogy pasi. A pasi nézete utána az egy más minőség. Tehát egy férfi embernek, ha van egy tartása, egy gerince, egy készülítása, egy tekintete, és akkor, ha ott megáll, akkor megáll, pont. Nem kell beszélni. Ez olyan, mint a kommodor, ő nem nagyon lehet hallani ugatni. A kis pici csapasok, azok ugatnak. Megáll a kommodor és tart. Tehát valami ezt a belső tartással, én meg erre hívnám fel a figyelmet, ez viszont úgy tudom, hogy belső munka nélkül elérni nem lehet. Tehát nem lehet megspórolni ezt a belső önismereti útnak a görönyös járását. És ezt viszont tovább lehetne vinni. Sajnos nálunk a tradíciók azok tartanak ott, ahol, de lehetne ott kezdeni, hogy például a történelmünkből nem csak a vesztett csatákat ismerni, hanem a győztes csatákat is a gyermekeinknek, fiainknak odaadni, mert nem a létszám, hanem a fortély, a ravasság, és ez a belső tartás mint egy győzelemre a sokkal kisebb magyar haderőket, mint amik volt kezidáni. Tehát én rövidül összefoglalom, ezt kontrolltéveztőnek mondtam el most. Köszönöm szépen!
dolgokat én is hozzáfűznék. Hát azt tudjuk, hogy föntről semmi nem várható. A Magyarországon környezetvédelmi minisztérium most sincs, a világon 4 országban nincs. És Magyarországon, tehát föntről semmi nem várható, nekünk kell alulról szerveződni, alulról kell csinálni, alulról kell megvédeni magunkat. Ha most valaki fél attól, hogy majd éhehal meg minden, az nem jó. Tehát ha beszélünk erről, ne félelmet keltsen az emberekben, mert félelemből csinálni semmit nem szabad. Hit kell, hogy legyen, maradjon és erősek legyünk. Csak, mint tudom én most Mongóliában, amikor jártam, ha szállítom a húst, a túrót, a sajtot, a mindent szállítottak, 5 évre elegendő élelmet össze tudunk rakni. Egy pici szarvasmarhát vékony szeretetre vágtak, trágyával fűtve szállították a húst, és végül össze lehet tömöríteni, van egy nagy zacskó, valami egész évre elég a hús, mert olyan molekulás minőségben megy össze, hogy azzal mindent lehet csinálni. Tehát ezt csinálhatunk mi is. Télen a II. Világháborúban Dunántúl, egész Dunántúl asszalgyümölcsön lehetett úr, nem volt kaja, nem volt semmi. Tettek asszalgyümölcsöt, és abból meg lehetett, hogy gyümölcsevők vagyunk. Ha semmit nem eszünk, akkor is át tudunk telelni, meg át tudunk csinálni. Tehát félni nem szabad soha egyszer. Most a másik dolog, amit akartam mondani, hogy van egy időpont, ugye június 9-e lesz a választás. Most mindenkinek erre kéne koncentrálni. Minden helyen el kéne indítani önkormányzatot, kis településen, nagy településen. Önkormányzatot nekünk az a lényeggel, azzal a címszóval, hogy független, mert önkormányzat annyit jelent, hogy egy pártag nem lehet benne, se városba, se faluba, sehol, mert akkor Pestről irányítanak mindent. Most itt a lehetőség, ezeket kell megragadni, most erről is kéne majd beszélnünk egy kicsit többet, hogy mindenki, ha hazamegy, szervezzen a falujában, a városában, a megyében, indítson polgármester jelentőt, szervezzen csapatot, és próbáljuk meg, hogy jussunk be. Az emberek 80%, akit én ismerek, az azt mondja, hogy már nem szabad se bal oldalra, se jobb oldalra. 80%. Most, ha mi megjelenünk függetlennel, akkor tudunk ebből elhozni annyit, hogy esetleg nyerhetünk, jó? Ez egy fontos feladat most mindenkinek. Közel van, még meg lehet csinálni, még annyi idő van, hogy meg tudjuk szervezni. Hogy ez másik ilyen fontos dolog lenne, hogy erre is koncentráljunk. Köszönöm. Hát itt annyi téma van, hogy őrület. Az a helyzet, hogy én arra gondolok most, hogy tényleg a felső, most én már jogengemet nagyon érdekel, ez a felső 10 000 most már annyi szemetet szállít, annyira szemetet szállít, és olyan szemérmátlanul szállítja a szemetet, hogy tulajdonképpen nekünk egy terült asztalkák van, hogy azt hozzuk ki, amit akarunk, és ezt tulajdonképpen meg kell mindenképpen támadni, és én nagyon azért vagyok, hogy több büntetőjogi feljelentést csináljuk, mert a büntetőjogi feljelentés az egy fizsingbe nem kerül, de megvan a lehetőség arra, hogy az ember a szemetet szépen mutatja, és tulajdonképpen mondom, olyan szerződéseket írnak most már alá, hogy ezek most már kriminális szerződések, szóval ezt már mindenki látja, hogy kriminális, és ezt tulajdonképpen ezt a tükröt kell nekünk az orrunk elő tartani. Szerintem nekem ez a véleményem, mert ez nem probléma, mert én most éppen ugye a fejcsár szerződést dolgoztam föl, hát az olyan kriminális, hogy őrület. Úgyhogy és erről senki nem beszél az esetben. Tessék? Igen, hülyének néznek, de mondom, ez a fejcsár szerződés, mert mindegyik az asztalcseneka is megvan nekem, az is ugyanazt, hogy ugyanarra a bázisra csinálták, és olyan szemetről csinálták ezeket a szerződéseket, hogy tulajdonképpen és erről hallgatnak, ezt ők próbálják feketíteni, de hála Istennek most megvan az eredeti, úgyhogy ebből lehet valamit csinálni, úgyhogy muszáj terülni azt akármat csinálni, és tényleg büntetőjogi eljárásokat csinálni, és a másik ténylegesen, ami nagyon fontos, a népszavazás alulról. Erről egy nagyon jó sztorit fogok nektek szállítani az előadásomban is, mert Németországban sok hülyeséget is csinálnak, mert szóval tényleg borzalmas dolgokat csinálnak most már. Éppen ma meséltem, hogy tegnap egy kislányt az iskolából kihozott a rendőrség, mert azt mondta, hogy Deutschland ist meine Heimat. Ezt a mondatot lefölítette a Facebookra,
hogy Deutschland ist meine Heimat, hogy Németország az én hazám, Mecklenburg-Vorpommernben történt ez, és az igazgató feljelentette, hogy alkot már ellenes dolgokat terjeszt, és elvitte a rendőrség az osztályból. Szóval azt mondom, most már ilyen sztorik vannak, de Németországban vannak jó dolgok is, mert egy nagyon, nagyon gondolkodó réteg létezik, és be fogom nektek mutatni ezt a népszavazási lehetőséget, amit most áprilisban akarunk beindítani, úgyhogy minden városban, minden helyiségben induljanak szavazások, mint például a szemétdomb, vagy utca átváltoztatás, vagy mindenféle ilyen helyi témákról, és ugyanakkor meg lehet azt is csinálni ezzel a dologgal, hogy a polgármestereket is előre meg lehet szűrni. Meg lehet szűrni, és én megbeszéltem ezzel az iniciátorral, hogy szállíthatom, szóval exportálhatom Magyarországra, úgyhogy ezt az előadásomban be fogom mutatni, hogy ezt Magyarországon is át kellene venni. Úgyhogy szívesen összehoznám ezt, hogy mindenhol, mert most mindenkinek már van smartphone-ja, a smartphone-nal fog működni, egy remek jó app van, úgyhogy ez be is fog indulni. Csak az a lényeg, hogy tulajdonképpen, hogy hát minden nálunk úgy kell csinálni, hogy 16 tagállamban, Németországban, hogy minden tagállamban kell egy koordinációs cím, hát itt gondolom kellene minden megyében egy ilyen cím, amelyik vállalna ezeknek a szavazásoknak a koordinálását. De szerintem ezt meg lehetne oldani. És ami nekem nagyon a szívem vágya, hogy a WHO-ról beindítani Magyarországon meg kellene próbálni egy népszavazást beindítani. Én már meg is csináltam a kérdést, mert egy kérdést kell beadni. És hát az nem egyszerű, hogy egy kérdésben az ember nem az csak, hogy akarunk a WHO-nak tagja lenni, vagy nem. Ez szerintem nem elég. Úgyhogy én egy ilyen háromsoros kérdést majd holnap el is fogom ezt a kérdést hozni. És szerintem ezt meg kellene próbálni beadni. Ez az én véleményem. Na most a helyhatósági választást célszerű a helyi népszavazással egybe kötni. Ez azt jelenti, hogy most nem lustálkodunk, hanem gyorsan kitaláljuk a helyi népszavazásnak a kérdését és elindítjuk. Az azért nagyon jó, mert az önkormányzatnak muszáj erről értesíteni a lakosságot, a médiában szintén muszáj megjelentetni azt, és ezáltal ingyen propagandához jutunk. Na most, hogyha elutasítják ezt, akkor sincs semmi gond, mert újra be kell ezt adni, és akkor már kikerül az önkormányzat hatásköréből ennek az elutasítása vagy sem. Ezt csak azért mondtam el ezt a jogi lépéseket, hogy sok minden lehetőség van. És a népszavazásoknak az a legnagyobb rákfenéje, hogy az emberek nagy többsége lustaságból, együgyűségből nem élnék meg. Most, hogyha a helyhatósági választással együtt van a népszavazás, amikor úgyis ott vannak az emberek, akkor sokkal nagyobb, hogy az a esély van rá, hogy az a népszavazás érvényes lesz, mert ugyanis hiába, hogyha nem érvényes a népszavazás, hiába szavaz a lakosság nagyobb része úgy, ahogy a mi érdekeink, vagy az ő érdekeik is kívánják, akkor nem mentünk semmire se vele. Szóval ezért volna nagyon fontos ezt a lehetőséget kihasználni, mert ez a lehetőség, ez csak most van. Erre válaszolni akarok feltétlenül, most ez a népszavazás, amit most mi csinálunk, ez úgy lesz, hogy ez állandó, mindenki bedobhat egy népszavazást, és állandóan a minden helyiségben a problémákról megy a népszavazás egyfolytában, ez úgy van, hogy úgy lesz most megcsinálva, és azt jelenti, hogy mit tudom, hogy egy hétig megy egy szavazás, vagy két hétig megy, vagy azt meglátjuk. Lényeg az, hogy ami az eredmény, mit tudom én, be akarnak csukni egy oldalt, vagy valami ilyesmi helyi téma, ami nagyon, nagyon fontos, akkor be lesz dobva egy polgártól, és akkor beindul a szavazás, és akkor anélkül, hogy valami lenne, és amikor valamit meg kellene kérvényezni, szóval ez egy állandó szavazó program, ami egyfolytában megy, és mindenki dobhatja be a témákat. És amikor leáll az ideje, hogy tudom, 2-3 hét, akkor utána a lakosság értesítve lesz, hogy lehet, hogy szavazhat ezen az appen,
és akkor belett dobva minden rögtön az újságnak is, hogy igen, ennek a, ez a kisvároska, ez erről és erről így szavazott a polgármesternek, és rögtön oda lesz dobva, úgyhogy rögtön lesz publikálva, hogy igen, így, ez a szeméttelepről így jelentkezett a... Így, szóval minden téma tulajdonképpen menjen állandóan a helyi témák. Szóval nem úgy, hogy most valahol is kérvényezünk mindig valamit. Igen, oda visszatér. Igen. Szóval ez a pofozógép taktika, hogy állandó jelleggel taposni őket, ami belefér el alapján. Na most ezen kívül a népszavazásba olyan csodálatos dolgokat is lehet például kérni, hogy akarja ön, hogy a, például a vendégmunkások alapfogó vagy középfogó magyar nyelvvizsgával rendelkezzenek, például az adott településen biztonságtechnika szempontjából, hogy akarja ön azt, hogy napi szinten drogtesztet, PCR-tesztet vagy alkoholtesztet végezzenek rajtuk. Minden ilyesmi a demokráciának az eszköztárába belefér, és ezt semmilyen külföldi szerződés nem tiltja, amit Magyarország kötött. Szóval ez is az aszimmetrikus hadviselésnek egy lényege, hogy ezekre a kérdésekre abszolút nem fognak felkészülni, és hogyha mi kellő propagandát csinálunk, abban az esetben a lakosságot meg lehet győzni arra, hogy ez az ő érdeke, hogy megszabaduljon a külföldi vendégmunkásoktól, vagy a környezetszennyező létesítményektől. Magában a szavazásnak a frontján. A másik pedig, hogy nagyon fontos, hogy sajnos óriási csalások szoktak a szavazásokkor lenni. Ezt úgy tudjuk kivédeni, hogy minden egyes szavazatszámláló bizottságban ott kell lenni az embereinknek, csak is ez az egyedüli megoldás. Plusz még, és ez a média kérdése, hogy a média is, a saját médiánk tud szintén delegálni embereket, akik szintén figyelnek. Ugyanis akár egy mozgónát ki lehet cserélni, akár történetesen a rendes urnát, és szóval szuper jó dolgok állnak a rendelkezésre, és hogyha nem vagyunk ott, akkor ezt meg is csinálják. Szóval lényegében nem becsületes emberekkel vívunk háborút, hanem olyan embereknek kell, akik biztos, hogy innen a földi légségről a pokolba fognak kerülni, és ezek most, mint a gonosznak a katonái, mindent el fognak követni, hogy ott tártkarokkal fogadják őket, szóval nekünk pedig kellően fineszesnek kell lenni. Én 1990-ben úgy jártam, hogy minden apáca a Szabad Demokraták Szövetségének jelöltjére szavazott, mert két egyetemistát bíztam meg, akiknek szendvicset kellett tenni egyszerre, és elmentek a mozgóútától. Szóval azért mondom, az ember tanul, így lettem második, mint polgármester jelölt. Szóval ezekből tanulni kell, és nagyon, de nagyon oda kell figyelni, mert hiába jó a kampány, hiába csinálunk mindent jól, hogyha a szavazatszámláló bizottságokban nem csücsülnek ott a saját embereink. Igen? Igen, ha jól értem, akkor tehát ez a folyamatos népszavazás, ez egy appon keresztül megy. Igen, és a szerver, majd az előadásomon be fogom mutatni. És a szerver az kinél van? Tehát mert ugye azt is meg... Hogy mondjam, ezt össze akarom mondani, én extra megkérdeztem, hogy megkérdeztem, mert mostan nálunk áprilisban akarjuk beindítani, az a terv, úgyhogy képeket is fogok holnap a prezentációmban róla mutatni, hogy ez hogy működik, úgyhogy majd valakit, aki ezt érdekli, azt össze fogom hozni ezzel a fő szervezővel és a kitalálóval, hogy ezt Magyarországon is meg lehetne csinálni. És ez szuper jó lenne, hogyha ezt át lehetne venni, mert ez egy kész program, úgyhogy hajlandó átadni ezt a kész programot. És az a helyzet, hogy akkor tulajdonképpen minden polgármestert is be lehetne a szűrőbe dobni, minden polgármester jelöltet be lehetne dobni a szűrőbe a lenti szinten, hogy... Tehát, mint
mint egy ellenőrzésképpen, hogy nem történik csak. Hát ez meglehetős. Párhuzamosan menne a, ezen az ápon is a, meg a magyar állam által. Mondjuk az a hivatalos, tehát az app ez extra arra van csinálva, hogy hát, hogy menjen állandóan tulajdonképpen egy népszavazás, hogy legyen lehetőség arra, hogy a polgárok mindig bedobják az ötleteiket. Mondjuk van egy ilyen, van azért kell mindig minden na, hogy mondjam, Magyarországon, minden megyében valahol egy ilyen ellenőrző bizottság. Logikusan, hogy az emberek sokszor hülyeséget dobjanak be például. Hát, szóval ez sajnos, ezzel számolni kell, hogy hát a hülyeségeket valaki ellenőrizze, és akkor tulajdonképpen én beindulhat mindenhol valami. És az állandó, mert hogy mindenkinek van lehetősége az ötletét beletenni. Egy picit tovább fűzném, amit felvetettél, ami kicsit visszakanyarodva a Svájc példájához, meg az argentin példához, hogy az ottani túlélők azt mondták, hogy tehát a legnagyobb esély a közösségeknek van, de a közösségek közül is azoknak, akiket valami szellemi kapocs összeköt. Tehát a simán túlélésre összeszerveződő közösségek hamarabb széthullanak. Ez egy fontos dolog. És Svájcra visszatérve, igen, valóban minden hétvégén, ha az ember egy svájci vasútállomáson áll, látja a családapákat teljes hadfelszerelésből mennek gyakorlatra, és otthon is be van, ott a kis bunker a szénakazal alatt, és a többi, de és az élelmiszer tartalék is fontos, tudnilik, Svájc semleges volt a II. Világháború alatt, de a hitlerék kiéheztetéssel próbálták őket térdre kényszeríteni, és volt is egy élelmiszerválság. Tehát ez egy fontos dolog, hogy legyenek tartalékok, és de ami lényeges, amit kevesebben tudunk, hogy Svájc semlegességének az eszméje az a Svájc védőszentjétől ered, akit Fülei Miklósnak hívtak, egy szerzetes volt, aki egy normál családapa volt, 5 gyereke volt, élt szorgalmasan egy életet, de elég sokat bődölt, és egyszer látomása támadt, megbeszélt a gyóntató atyával és a feleségével, hogy hát a látomás szerint neki most el kell menni a remetének. Hát jó, azt mondja, belenyugodott, a papa rábólintott, és akkor elvonult egy szakadékba lakni, és bőtölt egyre hosszabb ideig, majd végül egyáltalán nem evett semmit. Ami azt jelenti, hogy ez a korabeli emberek se hitték el, hogy ez lehetséges, ezért odaállítottak a kunyója mellé 24 órás őrséget. De Fülei Miklós 20 éven keresztül nem evett semmit, csak vizet volt. És viszont tanácsokat adott, és az a leglényegesebb tanács, amit egy korabeli választó fejedelemnek adott, hogy soha ne kössön katonai szövetséget senkivel. Tehát az ő nevéhez kötődik Svájc semlegesség eszméje, és ennek következtében nem azt jelenti, hogy ne fogjuk fegyvert vagy kardot, ha kell, mert még a keresztény hitben is a jogos önvédelem esetén lehet ölni, hanem ez azt jelenti, hogy állandóan harcra késznek kell lenni, és így lehet, hogy Svájcban 400 éve nem volt háború. Tehát ezt a kettőt tegyük össze, hogy egy szellemi kötelék és az önvédelem. És az élelmiszer tartalék mennyire fontos. Az, hogy Magyarországon nincs ilyen, és megszüntették, ez egy szisztematikus politika eredménye. Ugye a rendszerváltáskor talán még emlékszünk néhányan, hogy a kapu folyóirat nyilvánosságra hozta, amikor egy varsói páncélszekrényből előbányázták a KGB-nek egy titkos dokumentumát, ami leírta a kelet-európai volt szocialista országokban a lakótelepek építési irányelveit. Ebben néhány ilyen alapvetés szerepelt. Például a lakótelep helyszínén lévő kutakat, forrásokat le kell zárni. Központi vízellátást kell
bevezetni, amit el lehet zárni bármikor. A lakóhelyiségeket olyan kicsire kell méretezni, ugye a házjáratnál 17 négyzetméter volt a maximum nappali, hogy gyülekezésre ne legyen alkalmas. Az élelmiszertáró helyiségeket olyan kicsire kell méretezni, hogy élelmiszert ne lehessen felhalmozni. Ennyi. Tehát ezt, ugye a standard házjáratban ez volt az alap, hogy egy... Ezt Varsóba találták, de ez a kelet-európai blokkban az összes lakótelepre szerint épült. És gyakorlatilag ennek a végeredménye egy végletes kiszolgáltatott alatt való létrehozatala. És ez most is ez van, tehát aki város lakó. Tehát ezért fontos, hogy visszatérjünk ezekhez, bocsánat, hogy... Bocsánat, még van egy olyan ebben, hogy a KGB-nek, az is a leíratában... De a KGB-nek a leíratában még egy olyan dolog is volt, hogy a szennyvizet, az ipari üzemek szennyvizét, azt az ivóvíz bázisú szolgáló folyóba kell bevezetni. Ez is benne volt ebben a leíratban. Szóval ezek abszolút nem véletlenek, amelyek megtörténtek. Abszolút nem véletlenek. Mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe az Egy korty alá című könyvet, ez riportok, magyarországi riportok, hogy milyen környezetszennyezések történtek tudatosan ebben az országban. Egyike sem véletlen. Szóval maga ez a népességírtás, lakosság csökkenés, ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, csak most kezd kicsúcsosodni. Szóval ez nem két perc alatt keletkezett. Hosszú-hosszú évtizedeknek a szorgos munkája jelenik most meg. Lassan kezd szerintem kifogyni a téma. Mondani, mert sokat hallok a svájci dicséretet, svájci így, meg úgy, hát a svájc is már nagyon-nagyon relatív, ők tudnak tudnak iniciátorok lenni, nem vitás, hogy be tudnak bizonyos dolgokat indítani, de minden népszavazás sikeres, hogyha sikeres egy népszavazás, akkor csak két év múlva lesz az érvénybe, amit az emberek ugye eldöntöttek. Na és akkor közben azért a kedves kormány meg a lobbisták is ellene dolgoznak, és aztán még, és akkor ők is csinálnak egy ellennépszavazást gyakorlatilag, és nem nekem van egy svájci barátom, és akkor addig masszírozzák a népet, még végül is elérik azt, amit ők akarnak. Szóval Svájcban is sem kolbászban van a kerítés, mert a demokrácia ott is piszakult tönkre lett éve. És ne felejtsük el, hogy Svájcban tulajdonképpen ez alatt az egész Covid-sztori alatt szörnyű állapotok voltak részben. Hát ugye volt olyan orvos szerencsétlen, hogy aki be lett zárva elmegyógyintézetbe, hogy hülyeségeket mondta, hogy minden, szóval azért nagyon sok orvost diszkrimináltak, úgyhogy Svájc az sem fenni, messze menően fenikig tájfel. Szóval ezek a népszavazások sem működnek már úgy, ahogy régen működött Svájc. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, hogy a világállami törekvéseknek egyik fő kicsúcsosodási pontja lesz a zsarolás. Szóval a lakosságot zsarolni fogják, hogy akkor tankolhatsz az útra, a benzinkúton, akkor vásárolhatsz, akkor nem kell úgymond kijárási tilalmat, vagy röközködési tilalmat, akkor nem lesz, vagy akkor nem rekvirálunk tőled. Amennyiben te beoltatod, becsippelteted magadat, vagyis lényegében a mi kedvünk szerint teszel. Ez ellen csak is és kizárólag abban esetben lehet hathatósan tenni, hogyha közösségekben tömörülnek az emberek, a Don Quixote-k kora az lejárt, senki ne gondolja azt, hogy ő mert van két kecskéje, meg három nyula, meg egy darab tehene, ezzel ő megváltotta a tanyáján a világot, mert sok mindene meg nem lesz neki.
Innentől kezdve nagyon fontos, hogy az emberek legalább egy olyan 30-40 családos közösségek egy településen lakjanak, annak is legfőképpen a külterületét kell megcélozni. Mert a külterület az, amelyik a legnagyobb lehetőséget adja az élelmiszerből, a más egyéb alapvető cikkekből az tartalmasan ellátásra. Kevesen tudják például azt is, hogy családból ugyanolyan minőségű kötelet lehet csinálni, mint kenderből, ugyanolyan minőségű ruhát, mint gyapjúból, vagy ugyanolyan minőségű alsóneműt, mint történetesen a hernyós ejemből, és a közönséges család szeret az. Ezeket mind-mind-mind elfelejtettük, de ezeket a régi tradicionális tudásokat újra a hétköznapok gyakorlatává kell tenni, mi ezért is csináljuk ezeket a prepper táborokat, meg túlélő táborokat, hogy ezekre oktatjuk az embereket, hogy amit elfelejtettünk, azt is ismét felelevenítsük. És mondom, az a nagyon fontos, hogy minimum 30-40 család épeszű emberekből álló alkosson közösséget, és ők utána a helyi benszülötteket is ebbe az irányba tudják terelni. Igen, két-három észrevételem nekem is van. Az egyik az, hogy mondod ezt a 30-40 családot. És Attila mondta, hogy sokkal nagyobb a stabilitása, meg a túlélő képességek olyan közösségnek, ahol van valamiféle spiritualitás, vagy van valamiféle szellemi háttér, mert csak a túlélésért szerveződő közösség, az hamarabb szétesik. No, erről szívesen hallanék majd tőletek még, hogy miben látjátok ezt, mert én is sok ilyenben részt vettem, és az egyetlen, ahol komoly spirituális hátteret láttam, az a Krisnás közösség volt. A Krisnás közösség volt, ahol van egy közös szellemi háttér, és sokkal kevésbé számít az, hogy kinek milyen pozíciója van, vagy milyen vagyona van, hiszen nagyon sok standard közös pontjuk van. De nyilván van jó példa más is, csak sajnos én inkább olyanokat láttam, ahol szétestek. Ugye benne voltam a Galdokbanban, benne voltam ilyen baranyai kezdeményezésben sokfelé, de nem láttam a jó példákat. A másik, amit észrevételezek a Svájccal kapcsolatban, hogy igen, sok minden jó, de ugye megjelennek olyan információk most már, hogy tudjuk, hogy ott van ugye a bankvilágnak a központja, ami ugye a háttérhatalomnak a központja. A WHO-nak a központja, a Gavi-nak a központja, a WEF-nek, tehát a Világgazdasági Fórumnak. Tehát ezek biztos, hogy nem véletlenül települnek oda. Ugyanez vonatkozik Svédországra, és ott is hasonló a koncentrálódás, tehát nem véletlenül vannak jó oldalak, azokat is leszipolyozzák nyilván ezek a szervezetek. Na, reagáljátok erre. Nem akarom, hogy tévedésbe esünk Svájccal kapcsolatban, de Svájc Közép-Európa egy része. Egy semleges ország, akinek a szuverenitása támadása alatt áll. Ugyanúgy, mint a miénk. Tehát a Svájcban a... Tessék? Igen, többek közt az is, tehát azok az épeszű svájci állampolgárok, akiknek még fontos a, nem csak a Fújai Miklós, hanem a Tel Vilmos és a többiek, akik ennek az ikonikus alakjai, ők háborúban állnak, tehát ez ugyanúgy, mint mi. És az, hogy ott vannak ezek a nemzetközi intézmények, azért települtek oda, hogy korrumpálják ezt a helyet, hogy pontosan az ellenkezőjét képviseljék, amit Közép-Európának képviselnie kéne. Tehát nem véletlen, hogy ott Genfbe gyilkolták meg a Sisi-t, ugye, és tehát, hogy ott próbálják kikezdeni
azt, amit ott nem sikerült még kikezdeniük háborúval, nálunk sikerült, és ezt szét is verték. Csak ezt szeretném, ha ne értsük félre, hogy igen, én is jártam ott az oroszlán balkapban, a Genfi ENSZ központban. Oda települnek, oda teszik a CENT, ezt az elképesztő részecskegyorsító rendszert, amiben Isten tudja, mi történik, de valami ember alatti történet történik. Azért, hogy korrumpálják azt a helyet, ami Közép-Európa szíve kellene, hogy maradjon. Tehát Svájcot ugyanúgy meg kell, én nem mintaként hoztam, mert ami náluk van, az egy épp szétverés alatt álló tradíció nekünk. Ezt újra kell teremteni, és nekik is. Tehát ebbe nem különbözünk, csak ennyit akartam hozzáadni. Én Gyurcsi az első dologhoz szólnék hozzá, nekünk is van 20 éves honfokos szövetségünk, ugye hagyományőrző egyesület vagyunk, és ezt tart össze bennünket. Leginkább ami összehozott, mindig a kaláka munka volt. Valakinek kellett valami megkért, akkor mentünk oda sokan, és így lehet összehozni a kaláka. Ez egy borzasztó jó dolog, és államilag tiltják, nevetséges, sőt gyilkos dolog. És ha a történelmünkkel, a Szent Koronával netán, vagy valamivel foglalkozunk, az a szakrális összetartás, érted? A magyar embernek a magyar történettel kell foglalkozni, magyar koronával, magyarral, és akkor nem kell most mondani, hogy ez ilyen közösség, hindu, a másik ilyen meg olyan, hanem már ez elég szakralitást ad a magyar történetnek. Ha végignézem a történelmet, királyaink, Árpádházi királyunk közül mennyi szent van, mennyi vagy hívja, ez már mind szakrális, a történelem is, nem kell másba gondolkodni. Tehát egy ilyen, így kéne ezeket a közösséget megszervezni, hogy a magyarság tudatot erősíteni. Igen, nekem is ez a véleményem, hogy a tradícióhoz kell visszanyúlni. Mi pedig elhatároztuk azt, hogy régen ugye 108 nemzetség alkotta a magyarságot. Ez a 108 nemzetség 7 törzsbe tömörült, ezért volt ugye a 7 magyar. Ugyanúgy a kunoknál is, akik szintén sztyeppei népek voltak, ott is 7 vezér volt. Na most mi úgy gondoljuk, hogy ezt a 108 nemzetséget úgy hozzuk létre, hogy egy-egy ilyen közösség, amelyik összejön, egy nemzetséget alkot. Ez azt jelenti, hogy házasodhatnak is egymás közül, hiszen nem rokonok, hanem az ország különböző részein jönnek egy adott területre. De ugyanakkor azonos a gondolat és érzésviláguk, szóval nálunk egyrészt az a feltétel, hogy valaki EU, NATO és WHO tagság ellenes legyen, másrészt fogadja el az ősi magyar hitrendszernek bizonyos alaptételeit, és ezen kívül pedig próbálja meg a tradíciót a legfejlettebb zöld technológiákkal képviselni, mind a saját gazdaságában, mind pedig a hétköznapi életvitelében. És ezekből tevődik össze az az összetartó kapocs, amelyet a hasonló emberek adnak össze, így az egymásra utalt érzéseinkkel és cselekvés tartalmukkal. Jó, én nekem nem az a, igen, rögtön adom a szót, nem az a levetésemnek az értelme, hogy nem ezt akarnám, amit a Frédi mondott, amit te mondasz, hogy a magyarság történetéhez és a spiritualitáshoz is kell nyúlni, hanem pont az az értelme, hogy ezt nem kis munka megteremteni. Tehát én bent voltam a Krisnás közösségben, és tudom, hogy mik a gyengéi egy ilyen összefogásnak. Rendkívül sok ponton labilisod is, és ráadásul egy ilyen szektás világhoz való viszonyulásban megy át, de az nem elég, hogy néhány ember valamit tud a magyarság történetéről, vagy a spiritualitásról, ha a többségnek fogalma nincs róla, és nem szívügye az a dolog. Most az, hogy valakinek itt szívügye egy ilyen közösségben részt venni, és
magyarság történetét, meg a szkíta hagyományokat képviselni, hát a számoljuk össze, mennyi Magyarországon most. Ugye a szkíta egyesületnek van 5-600 tagja most már, de abból hány tud lekötözni egy ilyen 30-40 családos közösségbe? Amennyi akar. Hogy? Amennyi akar. Bocsánat, hogy ezt már ezt mondom, hiszen hogyha valaki eladja a budapesti kaptárlakását, ami mondjuk 35-40 vagy 50 négyzetméter, mondjuk Nógrád megyében vagy Pest megye északi részén, abból tud 3 hektár földje lenni, meg egy 150-200 négyzetméteres viszonylag passzív ház ingatlana, a legfejlettebb zöld technológiák és a tradicionális fecskefalú építkezés segítségével. Szóval innentől kezdve, a feleségem egy híres mondás, hogy a jót nem nehéz megszokni, és hogyha valaki egy kis lyukból egy hatalmas nagy élettérbe jut, az szerintem teljesen működőképes. Hát igen, csak jelenleg nincs. Hát jelenleg nem tudod amenni, hogy ott van a 20 család, már ebből a 30-40. Nagyon egyszerű dolgot meg tud csinálni. Ha vesz mondjuk történetesen egy ideiglenesen egy gyurtát, vagy vesz egy másfél-két millió forinta egy olyan szuper csili-vili fűthető, téliesített lakóautót adnak belőle, vagy bocsánat, lakókocsit, akkor, hogyha befejeződik az ő építkezése, a jelenlegi hiperinfláció miatt még magasabb áron tudja eladni, mint ahogy megvette. Szóval lényegében egyedül, de hol a 30-40 család? Tehát én arra szeretnék valamiféle protokollt teremteni, arra szeretnék valami metodikát kitalálni, hogy hogyan lesznek ilyen 30-40 fős közösségek valahol. Én most az én működő gyakorlatom. Hogy megy le az első, hogy jön oda a többi, honnan tud a többi róla, hogy ott már ilyet akarnak. Igen. Hogy tud összejönni egy olyan tanyavilágból mondjuk, ahol legalább 500 méter, 1 kilométerre van egymástól két tanya, hogy lesz ott szoros közösség, amelyik meg tudja magát védeni. Szóval ezeket kell kitalálnunk, hogy, hogy legyen kedve annak a Budapestnek eladni a panellakását, és abból venni egy darab földet ott a közelben, de ki lesz a segítve vele a 30-40 fős családi közösség, mert lehet, hogy olyan távolságban van, hogy az már nem összetartható. Tehát ezeket kéne. Igen, erre válaszolnék a gyakorlatból, amit mi most csinálunk. Mi a hetes számrendszerint haladunk, ez azt jelenti, hogy 7 családot kisebb központokban, mint egy tanyaközpont tömörítünk. Na most ez a cél, és hát ideiglenesen, akik már szereztünk azon a településen ingatlanokat, ideiglenesen, ezt úgy hívjuk, hogy ugródeszka hadművelet, megengedjük azoknak a személyeknek, hogy beköltözzenek a mi ingatlanjainkba ideiglenesen, és ezáltal közösen összefogva építenénk föl a többi ingatlant összefogása. Most, hogy hogyan jönnek ide ezek az emberek, eljönnek a különböző rendezvényeinkre, egyhetes táborainkba, és akinek tetszik ez a fajta életmód, amit mi képviselünk, azok saját szabad akaratukból úgy döntenek, hogy leköltöznek. És hát pillanatnyilag azt kell mondanom, hogy az egyes számú bázis az nagyon jó van, a kettes, hármas számú bázisnak is körülbelül 15%-os feltöltöttség alatt van az emberanyaga, és hát jó, persze tudom, hogy három ilyen közösség nem olyan sok, de a semmitől mégis többet ér, és hát ráadásul azt kell mondanom, hogy például az egyes számú bázisnál már van méregkeverünk, ez azt jelenti, hogy gyógyszerészünk, van történetesen többféle orvosunk, természetgyógyászunk, még fogorvosunk is van, szóval megvan a reális lehetőség annak, hogy leváljunk az állambácsiról.
Na, üdvözlöm mindenkit, én lengyel vagyok eredetileg, ide jöttem a Fésben, aztán itt nem, hallani. Mikrofon azért van, használjuk. Tehát jó estét mindenkinek, lengyel vagyok eredetileg, ide jöttem a Fésbenára, aztán itt ragadtam, és mivel itt élek, akkor úgymond építem ezt a magyar társadalmat. Nagyon jók a hozzászoknással, és mindegyiknek igaza van. Én szerintem azon kellene elgondolkodni, hogy hogyan lehetne a kommunikációt, a tájékoztatást megnevelni. Tehát nem akarom levesélni főleg az orvosok a tisztánlátás munkájáért, mert óriási munkát végeznek. Tehát nem csak a biztonságpolitika területe, hanem bármely területe. Tehát a kommunikáció az a legnagyobb eszköz. Tehát azon kellene elgondolkodnunk, hogy lehetne szélesebb tömegeket a társadalomban elérni, hiszen aki birtokolja az információt, az kontrollálja a tömegeket, ugye? Ezt használja folyamatosan ellen. Sőt, odáig jutott a dolog, hogy akkor most a legaktuálisabb téma az a dezinformáció, ugye? Mert hiszen rájöttek, hogy itt akármilyen keményen kontrollálták a tömegtájékoztatást, az itt a kaviter alatt csak azért ez az kiderült és kiszivárgott, és az emberek egyre többet látnak. De még mindig nem eleget, azért próbálják még tovább korlátozni az egészet. Tehát nagyon jók ezek a túlélékezőségek is így tovább, tehát ha az emberek nem tudják és nem értek, hogy mi az a WHO és mi az a WHO szerződés, nem fog a pozdulni, és nekünk a társadalom egészében kéne elgondolkodni. Tehát minél több ember kéne elérni, tájékoztatni, hogy tudjunk, hogy mi zajlik. Hogyan történik. Tehát nagyon jók ezek a beadványok. A lengyelek folyamatosan adták be az első pillanattól kezdve az ügyészségekkel, a rendőrségekkel, tehát a kapit elejétől kezdve. Rengeteg ilyen százával, ezrivel általában elutasították, vagy így adrangolták, és nem történt semmi. El kéne írni a széles tömegeket, mert csak úgy lehet felüleszteni az embereket. Erről fog szólni a vasárnap. A másik fontos gondolat, amiről nem volt szó, tehát azért tudjuk nagyon nehezen megfogni az embereket, mert az embereknek mondhatom, hogy a 60%-a az egyik napról a másikra él. 60%-a éppen hogy csak. Azért nem tud ezzel foglalkozni, mert azért van, hogy ki tudja fizetni a lakbért, tudjon venni élelmet. Hát 30 000 forintos segélyeket adnak neki az egészségügybe. 50 000 forintos nyugdíjak vannak. Hát ezekkel hogy lehet? Akkor persze, hogy most nem tudjuk bevonni, nem tudjuk mindent, ha bár pont ezt serkenteni kéne, de az emberekben az, hogy nincs pénzük, a félelmet kelt. És ha félelmet kelt, oda süllyed arra, hogy a hatalom szolgája lesz. És embernek fölállni, tehát ebben is kell gondolkozni, hogy tudjuk megszólítani ezeket az embereket, akik ki vannak szolgáltatva. Tehát minden nap hallok ilyet, hogy megbüntetnek valakit 30-50 000 forintra, eltelik egy hét és a lakását elveszik, mert ilyen szálogot tesznek rá. Hát ez megy. Ez a szisztéma, ez megy. Tehát valahol nagyon-nagyon-nagyon lépünk ki, nekünk is, akik ráállhatunk erre a dolgokra. Jó? Gondolkozzunk el. Tibor akart hozzászólni. Szeretnék rögtön hozzászólni, mert ezt a problémát abszolút mértékben átérezni és átlátva. Pont ezért kezdtük el ennek az informatikai rendszer fejlesztést, amely keretében úgy néz ki, hogy egy fél éven belül föl fog tudni állni egy olyan komplett informatikai védernyő, amely tulajdonképpen az összes jelenlegi patrióta hazatér szervezetnek a telekommunikációs és egyéb rendszerét mind egy közös hacker biztos és teljesen, vagyis mert a beton biztos, tehát lekapcsolhatatlan rendszerré fejleszti, és ennek keretében elkezdjük ennek a rendszerek a keretében belül fölépíteni ezt a virtuális alternatív társadalmat, amit egyébként szeretnék bemutatni azoknak az embereknek, akik egyelőre nem látják a kiutat. A legfontosabb dolog az, hogy akkor fognak az emberek jelentős része döntést hozni, hogy alávetik-e magukat a jelenlegi globalista hatalom, hogy is mondjam, pressziójának, és egyszerűen behagyják a fejüket a tilóba. Ha viszont látnak egy alternatívát, egy olyan másik rendszert, amelyik számukra egy biztonságot, egy szabadságot, egyebet jelent, amit egyébként mi mindannyian már beszélünk, és a részleteiben hittottam, hogy mindenütt már ez megjelenik, sőt, vannak már nagyon jó példák, hogy is kellene ezt elindítani. Mi ezt egyébként nem tartjuk feltétlenül az egyetlen járható útnak
az úgynevezett összeköltöztetést, tehát a 30 családos megoldásokat, ez se rossz, de azért az emberek jelentős része az otthonát nem akar elhagyni. Ezért mi úgynevezett virtuális faluközösségekben gondolkodunk. A virtuális faluközösség az azt jelenti, hogy azonos módon gondolkodó ökocsaládoknak a közössége, amelyek akár lehet egy 30 vagy 50 fő, ahol vannak termelők, vannak hogy is mondjam, fogyasztók, de mindenképpen egymást ismerik és összejárnak, és képesek egymásra kommunikálni. Ehhez kell egy informatikai rendszer. Tehát itt kell tudomásul venni azt, hogy ha mi ezt a bizonyos saját csatornákat nem építjük ki, nem vagyunk képesek mi egymást megismerni, akár van egy appunk, ami appon keresztül azt tudjuk, ha itt megjelenek például Salospusztán, hol van itt a közelben olyan hasonlóan gondolkodó és ők módon gondolkodó család a környékben, hány ilyen család van, kik azok, hogy lehetne őket megkeresni, megtalálni. Tehát az emberek között ezt a kapcsolatrendszereket, tehát újjáépítsük ezt a tulajdonképpen a társadalom szövetét. Újra szervezzük, újra szőjük. Na ezt a feladatot én szerintem leggyorsabban, leghatékonyabban egy komplet informatikai rendszer tudja megoldani. Tehát ezen dolgozunk, és én remélem, hogy ezt egy fél éven belül el is tudjuk indítani. Úgyhogy egyébként már annak ennek komoly elemény, még már készen. Ez a B-plán, ez különöktől függetlenül. Ez a B-plán? Ez nem a B-plán, ez nem a B-plán, ez külön hangsúlyozom a B-plán. Ez a B-plánnál fejlettebb rendszer, és a B-plán csak egy része lesz majd ennek a rendszernek, már több rendszer is bekapcsolódik, a Nexus Klubtól kezdve jó pár egyéb rendszer is bekapcsolódik, a Magyarok Szövetségének is van ilyen. Sőt, ami a lényeg, és itt a másik legfontosabb dolog, már is saját pénz megjelenik. Tehát megjelenik a saját pénz, megjelenik a saját vállalkozások, saját gazdasági övezetek, megjelenik azok a vállalkozók, akik ebben a rendszerben üzletet látnak, mert itt piac is lesz, ez szervezett piac lesz. Most egy vállalkozó mi érdekli? Az, hogy egy olyan piacon jelenhessen meg, ahol még konkurense nincsen, ugyanakkor viszont az áruját el tudja adni, tehát tud hasznot is csinálni. És az hasznot viszont olyan pénznembe tudja realizálni, amilyen akár átváltás keretében el tud menni a MOL-hoz tankolni. Tehát ez a másik nagy dolog benne, hogy nem csak hogy egy értékálló alternatív pénz, mondjuk a magot, vagy éppen mit tudom, egy Nexus tallért tud generálni, vagy akár az ott dolgozó emberek, akik bedolgoznak ennek a rendszernek, az Nexus tallérben, vagy éppen mag pénzben megkapja a jövedelmét, ebből vásárolni is tud. És ebből otthon tud magának teremteni, ebből kapcsolatot tud építeni, és mind együtt vagyunk. Tehát itt azt mondom, hogy egy pillanatok alatt ezt a rendszer úgy fölött állítani, hogy akár több tízezer, vagy akár százezer tagja is lesz ennek a rendszernek pillanatok alatt. És egy applikációval, egy kattintással a rendszerbe be tud lépni valaki. Úgyhogy ez egy fontos új lépés. Szép estét mindenkinek. Én is azért jöttem ide, mert van a közöttem. Úgyhogy pár ötlet van, csak bedobjuk ki a köztudatba. Én magam 3,5 évig aikidoztam, voltam katona, direkt szándékosan elmentem, hogy sorkatona legyek, és mai napig is játszom stratégiai civilizációs játékokkal, figyelem a jövő generációinak szokásait, ezek számítógépes játékokkal, amiből nagyon sokat tanulnak, és a Covid alatt is kifejlesztettem egy saját stratégiát. Ez arra épül, hogy mindenkinek van egy személyisége, egy adottsága, és ezt kell aktivizálni. Ez, hogy milyen módszerrel történik, azt mindenki saját maga csinálja. A stratégiának a lényege, hogy nincs stratégiája. Tehát nem lehet előre elmondani, amire az ellenség felkészül, hanem saját maga, mindenki a saját aktivitása, habitusa alapján cselekszik, mint ahogy itt a jelenlévők is. Mindenki azt hozza, ami van. Jelenleg rendelkezésre álló dolgokat használunk, legyen az technika, ötlet, tudás, vagy tapasztalat, vagy kapcsolatrendszer. Tehát legyen az egy általam képviselt egyszemélyes hadsereg, vagy legyen egy közösség, vagy egy high-tech közösség, mind része tud lenni, és ahogy az úriember elmondta, a kapcsolat a lényeg. Ez lehet ilyen személyes jelenlét, lehet technológia, lehet összeköltözött közösség, de lehet egy telepatikus közösség, ami egy ősi technológia, nem lehet lehallgatni, és mindenkibe be van építve. Ezt aktivizálni kell lelkiismerettel, szellemiséggel, szellemességgel,
és ennek minden adottsága adott a magyaroknál, maga a magyar nyelv, a humor és a kreativitás. Én úgy érzem, hogy ezek azok, amik rendelkezésre állnak. Az én stratégiám végezetül egy szó erejéig, mindenki emlékszik Neumann Jánosra. Számítógép atya, Einstein bővíte Amerikába, ő volt az, aki a Philadelphia kísérlet után Teslától átvette a teleportálás technikáját, erre fejlesztette ki a számítógépet, az ő fia volt, aki először játszott vele. És ő használta a játékelméletet, amit a mai napig minden kormány és üzleti kör használ, a játékelméletet. Minden gyerek szeret játszani, minden ember szeret játszani, csak vegyük elő a bűnös kockát, mindenki ismeri egy közös jelkét, ezt kell aktivizálni, és már is mindenki örömmel vesz benne részt, lelkesen, szívvel, lélekkel. Én úgy érzem, hogy ez egy olyan dolog, ami mindenkit egyszerre, egy pillanat alatt meg tud kapcsolni. Köszönöm. Na. Én azt gondolom, hogy a témát elég jól körbejártuk. A legfontosabb... Akkor csak egy mondat, hogy az Isten tudatok is. Tehát, hogy az egy olyan, hogy az öntudat, tehát, hogy az Isten tudatot is be kellene kapcsolni. Tehát, hogy amit a Tamasi doktor úr mondott, hogy spirituális, tehát a játék az nagyon jó, mert valószínűleg ez egy isteni játék, amiben meg lettünk hívva. És a félelem az egyik, a játéknak az egyik vége, amivel ijeszgetnek, hogy éhen vagy, meghalunk, ez lesz, az lesz, tehát mindenféle támadás, és az egyetlen igaz ütőkártyánk, hogy örök létünk van, isteni öntudatunk, és szóval ez mindent visz a játékban. Jó, köszönöm szépen. Nekem a legfontosabb dolgok, amik leszűrődtek ebből a mai beszélgetésből, azok a következők. Egyrészt a Medvesz Zolinak az egy nagyon értékes gondolata volt, hogy semmit nem szabad szó nélkül hagyni, mert egy háborúban vagyunk, ami ellenünk folyik, és nekik semmiféle erkölcsi tartásuk vagy korlátjuk nincsen, és mindaddig mennek, amíg nem ellenkezik valaki. Tehát muszáj, hogy minél többen legyünk, és minél több ezek közül, a több közül, vagy a sokaság közül, minél többen felemeljék a szavukat, tegyenek, lépjenek, bűnügyi feljelentést tegyenek, ahogy a Marian kezdeményezi ezeket, törvényességi, földjeleti vizsgálatot indítsanak, hivatali visszaélés ellen, ahogy amit az Oli elmondott, bűnszövetségben elkövetett dolgok, és így tovább. Tehát muszáj, hogy ide eljussunk, és ahogy ő mondta, ez nem pármacsata, hanem ez valós harc, és ebben meg kell tudjuk felelni. Aztán a másik fontos gondolat, hogy a tudásra van szükség. És akkor itt a Daróczi Zoli, amiket elmondott, hogy tüskés sövénytől kezdve a kutatási élelmiszertartalék és hasonló. Tehát muszáj, hogy ezt megtanuljuk. És ezekhez az információkat össze kell rakni. És értem, hogy Medvesz Zoli már ilyen tréningeket tartott egy jó ideje. Ezek a PEPPER tréningek, meg a túlélő mindenféle túlélő táborok, de ezek olyan dolgok, amit igazából mindenkinek meg kell tanulnia, aki a
aki túl akar élni, és aki részt akar ebben az egészben venni. Azt remélem, hogy érteni fogjátok a három nap végére, hogy ezt nem lehet így kívülről egy kicsit nézegetni, és valamit megérteni belőle, és aztán hazamenni, és csinálni mindent tovább. Tehát itt ahhoz, hogy valami változás legyen, itt mindenkinek meg kell értenie minden részét ennek a dolognak. És azt is tudnunk kell, hogy tudjuk megtanulni a gombákat, hogy lehet termeszteni a mohart, hogy lehet bükkmakból olajat ütni, és így tovább. Tehát ezeket lehet, hogy itt most a három nap ez nyilvánvalóan nagyon kevés, de azt, hogy ezt hogy tudod megtanulni, az el kell jussunk. Tehát kell a második, az első a háború, hogy mindenkinek harcolni kell és bátornak kell lennie. A második ez a tudásanyag, ez nagyon fontos. A harmadik ugye a spiritualitás volt. Azt mondtuk, hogy nem fog másként menni, csak úgy, hogyha van valamiféle spirituális kapcsolat, és erről még lesz egy kerekasztal beszélgetésünk majd valamelyik este, talán éppen holnap, ugye? Holnap este. Szóval meg kell találni azt a közös pontot, ami nem csak ami, hogy hát ez a logikus, és értse meg mindenki, hanem odáig kell eljutnunk, hogy motivált legyen mindenki arra, hogy valamit ebből megtanuljon, és valamit az életébe bevezessen, és az önismerete fejlődjön általa, akkor is, ha egy egyszerű emberről van szó. Nekem mindig a szomszédom jut eszembe, aki tanán van a tényleges lakhelyünk, és a szomszéd az egy nagyon egyszerű ember, mindenhez ért, mindent meg tud csinálni, de hogy lesz ő belőle spirituális ember, azon még kell gondolkodjak. Na, szóval ez a harmadik dolog, amit megértettem a mai beszélgetésből, és ez a közösségbe tömörülés, ez talán a negyedik, amit mindenképpen szeretném, hogyha ennek valamiféle forgatókönyvét ki tudnánk találni, mert nagyon jó, hogy van nektek a három közösségetek, de valahogy ennek egy rendszerét ki kell találni, hogy hova települnek kik, és hogy lehet oda. Nyilván kell egy kurs személy legyen, aki valahol az egészet szervezi. Nyilván ez valahogy össze kellene kapcsolódjon az önkormányzatok, amit Frédi is mondott, hogy az önkormányzatok létesülésével, vagy legalábbis jó lenne nyilván. Aztán ugye ezeket a népszavazásokat és hasonlókat hozzá kéne rendelni, tehát közösségi életet helyi szinten valahogy föl kell pörgessük. És ennek egyik oldala ez a túlélés és sokféle információ, de kvázi ilyen helyi politika szintjén is ki kell alakuljanak azok a koncepciók, hogy hogy lesz ott közösség. Tehát most mondjuk van egy lelkes ember, hogy fog tudni ott egy közösséget összehozni, hol kommunikáljon, és akkor a lengyel barátunknak a részvevétele, ugye ehhez fontos dolog, hogy kommunikáljon, hol kommunikáljon. Minden tiszteletem Tiboré, csak azt nem tudom, hogy ez mikor lesz meg. Tehát mindig hallom ezt, a jövő héten már meg lesz, meg fél év múlva meg lesz, meg nem tudom, de szóval én azt látom, hogy majd fogja mindenki megismerni az Attilát, aki jön és elmondja ezeknek a technikai dolgait, és neki pont az a problémája, hogy mindig elmondja, és nem történik semmi. Hát ezt valahogy gatyába kell rázzuk, hogy tényleg létrejöjjön, ha létre tud jönni ez a virtuális közösség is, meg a virtuális pénz, meg a valódi pénz. Csak szerintem az előző néhány az egy fontosabb lépés, hogy ha nincs közösség, ha nincs
nincs egy felhajtó erő, akkor ez egyszerűen nem tud elindulni. Tehát ez csak az elméletben nem lesz gyakorlat. A kényszer, az egy nagyon nagy. Igen, a kényszer, az biztos fontos lesz, igen. De azt az ellenfeleink fogják megteremteni. Azt azon majd ők munkálkodnak. Hozzásegítenek, igen. Na jó, szóval én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a rengeteg értékes gondolatát. Arra biztos, hogy nagyon jó volt ez, hogy látjuk a fő pontokat, hogy mit kell ezügyben megugrani. Látjuk a fontos embereket, akik valamit tudnak ezügyben, és össze kell ezt varázsoljuk majd egy tudásanyagban ezt a témát is, mint ahogy az elkövetkező három napban rengeteg más témát is, majd ugyanígy. És ugyanakkor az is fontos, hogy ne csak az élelmiszert raktározzuk két évre, hanem a pihenést is megvalósítsuk, úgyhogy én elengednék mindenkit, hogy pihenjen is ma este. Mikit hívnám be, Katinka, itt van még rendben, valamely spiritualitásra vagyunk, segítsünk már egymástól. Lesznek olyan társaink, holnap reggel érkeznek, emlékszel, és különböző időpontokban. És azért hívom a Vikit, hogy hát tudja már, hogy ki mikor, mert én vállaltam, de mivel különböző időpontokban lesznek, hogy ne csak én legyek már taxis, hívnám benneteket is, hogy legyetek ti is taxisok, jó? Viki, most a 7-8 órára gondolsz? 7-8 óra egy időre? Igen, azért mondom, hogy Viki... Tehát ugye úgy terveztük, hogy reggel 7-8-ig lehet ilyen spirituális... És... Nem. Abszolút gyakorlati. Érkeznek busz megállóhoz, meg hova, ja. És őket ide kell behozni. Ja, igen. Abszolút hát, gyakorlati. Ugye a mikrofonhoz. Igazából van egy reggel 9 órára érkezik holnap a Kinéi Judit, doktor,